Váljon ingyenessé a helyi járatos tömegközlekedés Szekszárdon, ezzel az első hallásra merésznek tűnő ötlettel állt a sajtó elé a szekszárdi Fidesz frakció. Vezetőjük Máté Péter azt mondja, 2010 óta nagyságrendileg felére csökkent az utasszám. Ez a menetrend, amióta elindult, azóta folyamatosan megy lefelé az utas létszám. Évről évre egyre kevesebben választják a tömegközlekedést, ami viszont működik, és a városnak akkor is fizetnie kell, ha nem utazik a buszokon senki. Évente 150 millióba kerülnek a megrendelt járatok. A Fidesz szerint a rossz menetrend átalakításával, az üres járatok megszüntetésével, akár a jegybevételről is lemondhatnak, nagyságrendileg ugyanannyi pénzből működhetne a rendszer. A helyi tömegközlekedés 2010 óta megy ezzel a menetrenddel, és látjuk azt, hogy a buszok kihasználatlanul közlekednek. Nem mindig, nem mindegyik, de nagyon sok a kihasználatlan busz, ami nem igazán gazdaságos. Azt tudni kell, hogy ezeket az üres kilométereket a volán leszámlázza a városnak, tehát biztosítani kell a fedezetet rá. Ez nagyon sok pénzbe kerül, évek óta fizetjük a mínuszt, mindig egyezkedünk, elodázzuk a fizetés, részletfizetés, de mínuszt termel a tömegközlekedés, és az a javaslatunk, hogy a menetrendnek az átvizsgálásával, a fölösleges járatok megszüntetésével vagy ritkításával realizáljuk egy kicsit a helyzetet, azon kívül tegyük ingyenessé a tömegközlekedést, tehát Szekszárdon a helyi járatért ne kelljen fizetni. Ezáltal valószínű vonzóbbá tesszük, és több ember fogja használni azokat a járatokat, amikre szükség van. Ezt kérjük a polgármestertől. Ács Rezső támogatja az elképzelést, legalábbis azt mindenképpen, hogy vizsgálják meg a felvetés megvalósíthatóságát. Ez most a vírus helyzetről szól, hiszen éppen a parkolás ingyenesítételével azt szerettük volna elérni, hogy minél többen autóval jöjjenek, és minél kevesebbet találkozzanak. De ez az időszak lemegy, ez még néhány hét vagy hónap, az alatt van lehetőség annak a kérdések a megvizsgálására, hogy mit jelentene a város életében az ingyenes tömegközlekedés. Én azt gondolom, hogy amennyi egy átbevételünk van, az igazából tulajdonképpen elenyésző ahhoz képest, amennyi leszesség finanszírozás a város fizet, és miután ez nincsen arányban, az tudnám én is támogatni, hogy az új tömegközlekedési struktúra megvizsgálásával párhuzamosan legyük valamennyi szekszárdi számára ingyenesé a buszok használata tömegközlekedés, és ezt a város finanszírozza meg. A polgármester úgy látja, van esély rá, hogy az őszi iskola kezdéskor már nem kell menetjegyet vásárolniuk a helyi járatokat választóknak, és ezáltal sok autós számára is vonzóbb lehet ez a közlekedési forma.